Először, amikor a kérdést hallottam, egy ilyen költői kép merült fel előttem, hogy az ember ül egy házban, beesik már az eső, és két tégla is hiányzik, most várjuk-e meg, hogy rám szakad. Mondtam, hogy érdemes-e megvárni, hogy rám szakad. És úgy gondolom, nem érdemes. Tehát, hogy hallgattam Csengényes beszélgetést, közben eszembe jutott, hogy a kép nem fontos, nem biztos, hogy rám szakad. Két lehetőség. Érnek az a vélemény, hogy két módon is túlélhetünk. Most hallottuk. Tehát azon a módon, hogy egyszerűen időtartunk négy, hogy átmentsék magukat, bolsevik jellegű bürokratákból rendes jó becsületes kapitalistákkal, és ugyanúgy, de már olyan előjökkel tudnak indulni, hogy behozhatunk. Ez egyik lehetőség. A másik a Ceausescu féle lehetőség. Összeomlott Ceausescu már tényleg esik a esőbe fele, és már hideg is van, télen hideg van, nyáron meleg, nem tudod, mindegyik a túlzás van. Ceausescu megmaradt. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt ha kicsit jobban megvizsgáljuk, akkor kell indulnunk, hogy 1948 óta, de különböző ország, kelet-európai ország másképpen végül is, hát lehet, hogy primitíven fog hangzani, egy osztályszövetség van uralmon, mégpedig a pártfunkcionáriusoknak és a nagyipar vezetőinek az osztályszövetség. Ha pártfunkcionáriusok adják a pénzt a nagyiparnak, akkor csak veszteséges, 3 milliárdot kell adni, és ezek a nagy funkciósok adták eddig a politikai támogatást. A gazdasági reform a 60-as évek végén azért állt meg, mert ez addig tudott funkcionálni, hogy a gazdasági reform nem követelt ennek az osztályszövetségnek a meglazítását, tehát politikai következményeket. Ez Kádár már természetesen nem vállalta, mert egész hatalma ezen a szövetségen állt. Na most én úgy gondolom, hogy egyelőre a kommunista államokban még sehol nem volt arra példa, hogy ezt a szövetséget fölborították volna. Nálunk látszik most először egy esély, de sajnos főként abba az irányba, amely a Csengényes most ecsetem, tehát, hogy az osztályszövetség úgy alakul át, hogy a funkcionálisok is, meg a ipari vezetők is átmennek tőkésbe. De ez nem egy jó megoldás, tehát nem érdemes várni. Egyáltalán mihelyt az ember a vágyait, mihelyt az ember képes az akaratát, a vágyait, a programját artikulálni tudja, úgy gondolom ez egy, most már egy morális vetület ennek, amiről beszélünk, egy erkölcsi vetület, artikulálni is kell, mert ez a ráeső feladat. És mi is azért vagyunk itt, hogy ezeket a elképzeléseinket kimondjuk és megfogalmazzuk és megvitassuk. Még egy szót szeretném mondani, mert itt most egy nagyon fontos területen vagyunk, ezt érdemes volna még egy szempontból megvizsgálni. Tökéletesen igaza van Hősi Istvánnak, hogy az egypárti diktatúra és a nagyipar között létrejött egy történelmi szövetség. Többek között ez az oka annak, hogy hiába hirdeti meg minden kormány a 80-as évek során végig, hogy megvonja a veszteséges állami nagyvállalatoktól a támogatást, nem teheti meg, hiszen egyre inkább az utolsó szövetségesével szakítana ennek során. Ezért mondta Lázár és nem tette meg, ezért mondta Grósz és nem tette meg, ezért mondta Német, és amikor hirtelen felmerült, hogy csak ugyan meg is teszi, olyan összüzet kapott a szakszervezettől és a gazdasági kamarától, hogy még most se kötte ki az összes sörétet augusztus 20-a óta. Na most ez az egyik része a dolognak. A másik azonban az, hogy ebben a furcsa érdekszövetségben nem önkéntesen, nem tudtával, de az egzisztenciájával beleláncolva a nagyipari munkásság is benne van. Az a nagyipari munkásság, amelyik a nagyipar területeken, a hagyományos munkásvidékeken mindig is kiemelt méretést kapott, és mindig is kapott valami furcsa udvarlást a Kádár kormányzattól, hogyha Cseppel elkönyítette magát, elmaradt egy húsáremelés, hogyha Újpesten üsszentettek, akkor hát a kenyér maradjon annyi, amennyi volt, és ezerféle módon kiváltságos helyzetbe hozta nem csak a gyári gazdatókat, hanem bizonyos gyárokból nagyipari munkásságot is ez a szerkezet. Ez egy nagyon veszélyes dolog, mert azt jelenti, hogy a
hogy a magyar nagyipari munkásság szinte bele van kötve, mint a betonvas, ennek a sztálini gazdasági konstrukciónak az ajzatbetonjából, és fennáll a lehetősége annak, hogyha sikerül a rosszabb hajlandóságai szerint mozgósítani, akkor a legreakciósabb ereje lesz az átmenet korszakának. Hiszen hát már volt egy mutatóban egy-két sztrájk, amiből megérezhettük, hogy lehetséges, hogy a holnap egyik hőse az mondjuk a 35 éves munkás, akinek már tönkre ment az egészsége, akinek már nem szerel a tüdeje, akinek már megbördült a gerince, luttalva van, és 200-as vérnyomása, és aki horribilis összegű veszteségeket termel napról napra az egészsége kockáztatásnak és az élete megrövidítésével, egyszer csak azt mondja, hogy ezért hűségjutalmat kér és fizetés emelést, és ezt akarja csinálni, és nem más. Tehát sajnos elképzelhető az, hogy a nagyipari munkásság ennek a csődbe vívő gazdasági szerkezetnek a védelmében lesz mozgósítható, és ez végzetes lehetne a magyar demokratikus törekvések részére. Itt azt szoktam mondani, hogy két út van, az egyik a szakszervezeti út, a másik pedig a munkástanácsok útja. A szakszervezeti úton látom ezt a veszélyt, amiről az előbb beszéltem, különösen azért, mert itt a hivatalos szakszervezetekben a Kádár korszakban, vagy még régebben mélyen kompromittálódott vezető réteg az utolsó lehetőségbe kapaszkodik, hogy most még el tudja hitetni magáról azt, hogy ő csak ugyan a munkások szakszervezete, és nem pedig a kommunista pártjai. Erre már vannak jelek, hogy ez a mozgalom feltámadva. A ágazati szakszervezetek az ipari munkásság érdekeit már nem tudják képviselni. Mert egy ágazatban legalább 15 féle vállalat van abból a szempontból, hogy abban hogyan lehet teljesen képviselni a munkások érdekeit. Az egyik nyereségesen termelünk és piacra, másik nyereségesen termel KGST piacra, a harmadik húszalgósan termel magyar piacra, a negyedik veszteségesen ugyanarra, az ötödik veszteségesen erre, a hatodikat be kell zárni, a hetediket onnan el kellene adni, a nyolcadikat, a kilencediket. Mindegyikben más helyzet vár, mindegyikben más helyzetnek kéne elébe menni a munkásságot, mindegyikben más követelésekre kellene megszerveződni, mindegyikben másképpen kellene politizálnia a munkásságnak, és erre jön a szakszervezeti generál szósz, hogy akkor szárkodunk együtt, vagy kérjünk véremelést együtt, ami nyilvánvalóan eltünteti a sajátos érdeket, és miközben a munkásság nyelvében nyomást gyakorolhat országos politikai folyamatokra, aközben minden gyár munkásság a saját érdekeit elveszíti ebben a folyamatban. Ezért támogatjuk mi a szakszervezeti út helyett, még a független szakszervezeti út helyett is a munkástanácsok útját, és ezek az újonnan létrejött munkástanácsok, ezek a támogatásunkat életetünk, fontosabbnak tartjuk azt, hogy gazdasági tanácsokkal, szakértőkkel segítsük őket, mint hogy gyorsan hívjuk rájuk, hogy Magyar Demokrata Fórum munkástanács, és nem arról szól a történet, hogy mi szerzünk a munkástalazókat, hanem arról szól a történet, hogy ezt az óriási veszélyt, ami a demokratikus átalakulást fenyegeti, a reakciós célok érdekében mozgósítható munkásság képében ezt hogyan lehet elhárítani, ez még hozzátartozott a